A Karolina Kórház rendelőintézet rehabilitációs épülete mellett a Csaba utcában található 31 darab parkolóhely állami tulajdon. Ennek működtetését a VÜF-re bízták. Korábban a Város Üzemeltető és Fenntartó Kft. Vette át és üzemeltette, azzal, hogy egyébként pedig a kórházi dolgozók a közterületi parkolókra kedvezményes bérletet válthattak. Most ez úgy fog megváltozni, hogy a parkolót visszaadjuk a kórháznak üzemeltetésre, ők tetszés szerint korlátozhatják majd, hogy kik használhatják azt a területet, viszont a kedvezményes bérletvásárlási lehetőség megszűnik. Az előterjesztésben kitértek a piarista iskola körüli parkolásra is, hiszen ez az egyetlen tanintézménye a városnak, ahol nincs lehetőség ingyenesen megállni. A szülők eddig meghatározott időben várakozhattak az intézmény körüli parkolókban, amíg gyermekeiket iskolába hozták, vagy éppen hazavitték. Ez most úgy fog változni, hogy a piarista iskolánál a parkoló déltől 1 óráig, illetőleg 4 órától 5 óráig ingyenesen használható bárki számára, így nem kell több száz engedély kiadásával foglalkozni. A Csaba utca és a piarista körüli parkolók mellett változás lép életbe a régi Vámház téren is. Itt a volt aranyökör épülete előtt 5 darab új fizetős parkolót alakítanak ki.